1852-től Pécsváros életében bányavállalkozó tulajdonosként is megjelenő első Dunagőzhajózási Társaság, a DGT, a fekete kőszén termeléséhez szükséges technológiai létesítményei mellett az egyre növekvő létszámú bányásza és alkalmazottja részére az emberi életfeltételekhez szükséges teljes körű infrastruktúrát is biztosította. A gyarmatosítás az úgynevezett kolonizáció keretében kezdettől fogva lakásokat, majd lakótelepeket, utakat és közműhálózatot épített, de emellett igazgatási, oktatási, egészségügyi, kereskedelmi, sport, kulturális és vallási létesítményeket is épített, mindezeket üzemeltette és karban is tartotta. Közép-Európa szinte minden népcsoportjából érkező bányamunkások és családtagjaik elhelyezését oldotta meg a társaság bányatelepek, az úgynevezett kolóniák építésével és a bölcsőtől a koporsóig tartó szociális gondoskodás tárgyi és személyi feltételeinek biztosításával. A DGT az 1910-es évek első felétől koncentrációs és korszerűsítő fejlesztési programot hajtott végre. Ennek keretében korszerű, európai színvonalú három nagy kapacitású bányaüzemet és Pécsújhegyen központosított színelőkészítő és kiszolgáló üzemet létesített. Az aknák és az őket közvetlenül kiszolgáló épületek és létesítmények koruk fejlett technikai, technológiai színvonalának és ízlésének megfelelően készültek. A fejlesztési program keretében a korszerű aknaüzemek szomszédságában újabb kis készenléti lakótelepek létesültek, de tovább épültek a már meglévő kolóniák is. 1922 és 25 között elkészült Meszes pusztán egy új korszerű lakótelep is. A meszesi lakótelep a kor szociális színvonalát messze meghaladó komforttal, kertekkel létesült. A fizikai munkások lakásai zártsorú, sorházas rendszerben épültek. A 3-4 szobás tisztviselői, a 2-3 szobás felügyeleti és a bányamunkások részére épült 1-2 szobás sok gyermek esetén a manzárd beépítésével kiegészített villanyvilágítással, WC-vel ellátott lakásokhoz, gazdasági épület, udvar és kert is tartozott. A lakótelep utcai vízvezetékkel, csatornarendszerrel és biológiai derítővel volt ellátva. A meszesi lakótelep fejlesztési programja keretében a meszesi bányász lakótelep vízellátása céljából Fehéregyen 1925-26-ban megépült a vasbeton víztorony. Itt vagyunk a pécsmeszesi víztoronynál, amely nemrég felújításra került, és egy emléktáblát is avattak a lábánál. Ezen a mai ünnepségen két jelentős pillanatot szerettünk volna megörökíteni a fehérhegyi víztorony történetében. Az egyik, hogy elkészült a víztorony felújítása, amint egy 2 hónapon át zajló és több mint 17 millió forintos rekonstrukciót követően újra régi fényében látható a torony. A másik örömteli esemény pedig, hogy a pécsi bány Történeti Alapítvány kezdeményezésére a 86 éves épülethez méltó emléktáblát avathattunk itt, hiszen ez az épület nem mellesleg a bányászat hőskoráról tanúskodik. Ez a víztorony eredetileg 1926-ban az itt megépült bányász lakótelepek kiszolgálására készült, és az első Dunagőzhajózási Társaság építette, és azóta is, tehát 86 éve megbízhatóan látja el feladatát, és egy kiemelt szerepet tölt be Pécsváros ivóvízellátásában. 3-4 ezer ember ellátásáért felelős. Tározóként működik egy 300 köbméteres tartály található a tetején, ezt tartja ez a 8 vasbeton pillér, ami most nyáron a felújítás keretében kapott újra új védőburkolatot.